estét kívánom, nagy szeretettel köszöntöm Önöket itt a Halászkastélyban. Köszönöm, hogy ilyen sokan jöttek el a kastélymesék mostani februári alkalmára. Nagyon nagy örömet nekünk, hogy ilyen nagy az érdeklődés a rendezvénysorozat iránt, és azt hiszem, hogy ez már bátoríthat minket arra, hogy higgyünk abban, hogy van igény arra, hogy beszélgessünk, hogy csodálatos, érdekes emberek életét, gondolatait megismerhessük, és ebből táplálkozunk, és ebből építkezünk a jövőre. Úgy hiszem, hogy a mai vendégünk, Nádasdy Borbála grófnő, olyan ember, akire bizony érdemes hallgatnunk, és remélem, hogy ugye ma este is olyan este lesz, amivel gazdagabban is a szívünkben, a lelkünkben örömmel és bölcsességgel távozhatunk. Úgyhogy fogadják kérem szeretettel a grófnőt és hallgassák. Nagyon nagy szeretettel köszöntök mindenkit, jó estét kívánok. Tudom, hogy vannak még, akik Pestről jöttek, Pestről is jöttek, hát ez nagyon nagy megtiszteltetés, igaz, hogy én Veszprémből jöttem, de hát nekem ez a dolgom. Megható dolog az, hogy én most egy régi kastélyban, egy régi családi házba beszélhetek Önöknek, és remélem nem hozok szégyent a régi tulajdonosokra, mert én ilyenkor mindig azért meg szoktam emlékezni azokról, akik valamikor ezt a házat, ezt a parkot, ezt építették, itt éltek, és aztán a körbe lévő falvaknak valamit azért adtak. Ezt mindig azt mondom, hogy azért meg kell őrülünk emlékezni, mert ők ezt csinálták, és ahogy mindig mondom, ők nem a szponzorok voltak, hanem igazi mecénások nagyon sokszor, és gyermekeik voltak, akiket így vagy úgy neveltek, de ezek a vidéki kastélyok azért mindig volt egy személyes kötődésük a faluval, vagy a kisvárossal, de sokkal jobb inkább, mint a paluták mondjuk Pesten, vagy Fehérváron, vagy Veszprémben. És tisztelet az ősöknek, tisztelet azoknak, akik hát ezeket a falkot építették. Egyszer voltam Devecserben, mielőtt elkezdeném mesélni a kastélyokról, amit én megéltem. Devecserben voltam az Eszterházi kastélyben, mert az mint könyvtár működik ott. És meg voltam hívát, nagy szeretettel mentem, bár egy kicsit a Vörös Iszap után, talán egy évvel volt ez a előadásom, és ott bizony a környék nagyon szomorú volt, és nagyon hogy sokan voltak, sokan eljöttek, és ott a könyvtár az mindig azért egy élő valami, mert hát kultúrához tartozik. De aztán ott úgy mondták, hogy hát ott a szalon, a régi szalon, ahol fogok beszélni, és volt egy ilyen kis esztrád, akkor azt mondták, nem a szalonban, nem a másik szalon. És valahogy nekem az volt az érzésem, hogy ha ilyen kastélyokban meg vagyok hívva és beszélhetek, akkor mindig talán a hálószobába, a valamikori hálószobába állok egy pódiumon, és talán itt állt a családnak, a családfőnek és a feleségének az ágya. De hát ezek ilyen gondolatok, amit nem kell komolyan venni, de azért lehet, nem? Mert ugye ezek a házak nagyon átlettek alakítva, nagyon meglettek renoválva. Most még az is, hogy hát a tisztelet után, amit az ősök iránt érzek, és úgy gondolom, hogy meg kell róluk emlékezni, azért az is van, hogy most itt a jelen van. És nagyon sok kastély, ami 40 évig rombolva lett, és erről is meg kell emlékezni, hogy bizony azok, akik ezt nem hasznosították, elvették, de nem hasznosították, azok bizony azért róluk is kell szólni, nem tisztelettel, hanem éppen úgy, hogy ilyen kár, hogy a saját hazájukba a saját műemlékeiket, amit ugyan elvettek, de nem hasznosították úgy, ahogy kellett, és nagyon rossz példát mutattak a fiatalságnak. De legyünk optimisták, és ez szép dolog, hogy itt is. Én itt voltam, azt hiszem két évvel vagy egy évvel ezelőtt, mikor még ez nem volt befejezve, és akkor mondták, hogy itt volt a WC, el voltak választva a falak, és ott a TSZ iroda volt itt, ugye, amit általában szokott.
Még jó, hogy a traktorállomás nem volt a másik szárnyában, de biztos volt, vagy nem. Ott van egy szárny, látszik is, hogy az milyen állapotban volt. Úgyhogy le a kalappal azok, akik ezt renoválják, és a műemlékesek, és hasznosítani fogják. Hát azért is vagyunk most itt, meg azért is vagyok én itt, hogy erről egy kicsit beszéljek, de ne sokáig arról, hogy mi volt, és hogy gondolom én, meg én nem ítélkezem, meg semmi bosszú nincs benne, mert az én családomnak is érték ilyen, lehet mondani, megaláztatások, hogy elvették az otthonukat és tönkretették, de azt mondom, hogy azok, akik ezt tették, legyen az az ő gondjuk, és valahol egyszer el kell vele számolni. Én viszont arra gondolok most, hogyha már itt vannak és ilyen nagy számban, és fiatalok is, hogy erről kell leszámolni, hogy ez nekünk később milyen alapokat adott, mármint a szüleink, az őseink, hogy mi az a megbízatás, ami minket elláttak avval, hogy most a jövőben nézve, hogy beszéljünk arról, hogy hogy kéne egy kastélyt hasznosítani, vagy egy kúriát, hogy mi lenne a feladatunk, hogy álljunk a dolgokhoz úgy hozzá, hogy bizakodjunk, és legyünk derűsek főleg, mert nagyon erős a pesszimizmus néha, és azt mondjuk, hogy igen, vagy elmegyünk egy épület előtt, és az ez sincs még megjavítva. Hát majd meg lesz, de azt tőlünk is függ. Hát ugye én tulajdonképpen lepsényi vagyok, ami nincs innen messze, és édesapámnak, Názadi Pálnak ott volt a kúriája, ahol én születtem, és ez a kúria most még mindig romosan áll, 70 évvel háború után, viszont kezdték javítani egész szépen, de nem volt hozzá terv, nem lehetett tudni, hogy miért. Most nagyon divatos wellness szállodát akart a tulajdonos csinálni, de aztán a vállalkozó, akivel társult, az tönkrement. Szóval nem volt igazi terv, most megint úgy áll, nem úgy, mint a háború után, mert a félszány lett bombázva, de úgy áll, hogy szomorú oda menni, és Lepsénynek talán ez egy kicsit azért szégyene is, hogy nem csinál ebben semmit, hanem csak hagyja ezt elpusztulni. Én ottan, mivel hogy ott születtem, és szívemben viselem ennek a kúriának a sorsát, bár nem az enyém. Ahogy majd arra is kitérek, az unoka testvére mondta, az állam elvette, de a nemzet kapja vissza. Ugye, mert a műemlék hivatal visszakapta mindenkié, és ez nagyon sokszor úgy van, hogyha mindenki, akkor senkié. És azt föl kéne azért is építeni, ott is egy mezőgazdasági iskolát csinálni, amit én mindig ajánlok, mert a földek körülötte nagyon jók. Nagyon jók, és akkor ott lehet a fiatalságnak, aki ebben akar foglalkozni, tanulni ott helyben. Van egy vendégszárnyot, lehet lakni, táborokat csinálni, stb. Hát ez eddig nem valósult meg, de Lepsény már úgy, mint a falu azért fejlődik, és megmondom őszintén, én nem szívesen vissza. Én nem is mentem, mert hívtak íróorvosú találkozóra, egyszer talán voltam, de egy ilyen 55-ös emlékművek az avatásán, azon kívül díszpolgár vagyok Lepsénynek, ami szintén megtisztelő. De azt hiszem a hivatalos személyek értik is egy kicsit, mert én ezt részletesen megírtam, hogy miért nem megyek oda szívesen. Nekem nem miattunk, a nővérem és én miattam, de a szüleink miatt nagyon fáj, hogy ez pusztul. Mert ők nagyon sokat csináltak ott, és fiatal házasok voltak, mikor oda kerültek, mert apám azt örökelte, és nagyon az ő munkájukat tették tönkre, és emlékszem arra, amikor háború után úgy volt, hogy Sopronból visszajövünk, de úgy is volt, hogy talán külföldre megyünk, és apám azt mondta, hogy menjünk, anyám azt mondta, hogy nem, mert hát vége a háborúnak, és most hazamegyünk. Abba az otthonban, amit ő teljes szívvel és lélekkel szép otthonossá tett, ahol hát mi ketten a nővéremmel születtünk, és aztán hazajöttünk gyalog Sopronból, mert akkor a háború után úgy volt apámat Kapufáron lefogták és elvitték a Szovjetunióba 4 évre,
És anyám a nevelőnünkkel jött haza, ugye? Gondoltuk, de már a falu széli mondták, hogy ne menjünk be, mert a házadnak a felele van bombázva, és azon kívül itt nagy a szovjet, nem tudom kik azok, akik ugye a fél lakosságot legép puskázták, mert azok a grófnak a szolgálatában állt, és hogy ne menjünk be, mert... És akkor ugye a 30 éves anyámra gondolok, hogy milyen lehetett neki az, aki nem csak az otthonát vesztette el, hanem a férjét is, aki csak 4 év múlva jött vissza, és el kellett állni a gyerekeivel. Hát ott voltunk, én 6 éves voltam, a nővérem 10, és akkor mentünk tovább. De az épület, ami ott volt, és nagyon érdekes, mert a kis udvarba, hogy ezt hívtunk, ott volt egy gyönyörű tölgyfa. És ez a tölgyfa is nagyon megsérült, mert a bombázások alatt a felét bevágta a bomba. És ami érdekes volt, hogyha az ember úgy visszamentem, egyszer visszamentem, mondom, amikor a Szerelmes Földrajz című filmet forgattuk, nagyon viszonyogva, de visszamentem, és ott a szöges dróton ki van írva, hogy idegeneknek belépni tilos, és akkor mégis beléptünk ott, és néztük, hát a filmek van szép, de és a falu népe úgy jött, mert hallották, hogy én, mint Nádasdi ott vagyok. És az is olyan megrázó volt, hogy jönnek oda idősek, és azt mondják, Bolcsika, semmit nem változtál. Hát ugye 60 év után. Szép is, de nagyon megrázó. És akkor mondtam a rendezőnek, hogy jó, mert ez itt születtem, és itt van, és mit gondolok erről? Elég jött. Hogy mondjam, szigorúan beszéltem arra, hogy nem kérünk ezért kárpótlást, nem kérünk ezt, az, de hagyjanak békét. Mert ugye arról is volt szó, hogy vegyük vissza pénzért, ami a lerombolt dolgokat, és vegyük vissza, és aztán javítsuk meg úgy, ahogy volt, ugye? De itt van aztán az, amikor az embernek kinyílik a bicska zsebébe, ugye, szokták mondani, hogy kérem, hát mit gondolnak? Ezt viszont azt hiszem a francia forradalomtól tanulták, mert ott volt az, hogy levágták a fejüket ezeknek azoknak, aztán vissza kell, aki életben maradt, vegye vissza, onnan tanulhatták. Viszont az is igaz, hogy aztán ezek a kastély, meg királykastély, meg ez, meg azt a Franciaország tele van, most ők ebből élnek. A turizmus az nem a pártház miatt megy oda, ugye, és nem is a francia forradalom vívmányait nézi, hanem a kastélyokat, és a loári kastélyokat, és ezt, és azt, és amit. Aztán Magyarországon is egy kicsit ez lesz, mert nagyon sokszor hallom azt, hogy a turizmus kell fejleszteni a kastélyokba, hogy az emberek lássák ezt. Úgyhogy azért mondom, nekünk Lepsény volt az otthonunk, az elveszett, de aztán ott is azt gondolom, hogy azért egy nap föl fogad is ébredni, és az a alap, ami ott van, és a tölgyfa, ami gyönyörű szép lett, és olyan, mint egy most állítólag védett is, nagyon örülök, de az embernek fáj oda visszamenni. Megmondom őszintén, nem mondom azt, hogy én most elkezdem mondani, hogy jaj, de borzasztó, meg panaszkodni, azt nem. De megmondom őszintén, hogy azért nem egyszer autóval elmentem arra, és kérdeztem ott egy asszonyt, aki átment az úton, hogy itt volt a Nádasdi Kúri, azt mondta, hogy igen, itt volt, de azok már rég kihaltak, olyan kedves. Hát szóval ő nem tudta a szegény, de nekem azt mondta, úristen, mi meg már ki is hallunk. Tehát valami is a borzalmas. Ezt megértem, azt mondom, egyik önként. Viszont Nádasdi, hát Nádasdi az sincs messze innen, és hát Nádasdi az egyetlen Nádasdi kastély, ami még létezik. Ugye a trianoni határok aztán szétválasztották, elvették a kastélyokat, mint Léka, Lokenhaus. Hát ugye az osztrákok azért szépen vettek el, meg délvidéken is volt, de felvidéken, ugye, voltak a Nádasdi kastélyok, de azok eltűntek. Viszont Nádasdi az itt van Fehér megyében, és úgy láttam, és tényleg nagyon családi kötődő is van hozzám, mert a nagybátyám volt, mint legidősebb fiúé, Nádasdi Ferencé,
aki ősén láthat a háborúba, és hát három lábát hagyott, akik nekünk az unokatestvéreink voltak, és mi Lepsényből, Bricskán, ahogy úgy hívták, jártunk át Nádasladányba játszani, vagy például Ferencnek az unokatestvére, aki 8 éves volt akkor, volt a születésnapja, és leugráltunk a kastélybejárata előtt, és vittünk neki kis szürke nyuszikat, hogy miért nyulat, a kis fiúnak nem tudom, de nem is volt húsvét. De azt nagyon szerette, aztán törődött vele, de erre ugyan élénken már kastély emlék. Viszont azt is tudni kell azért, hogy oda mi berohantunk, vagy elmentünk játszani, vagy úszni, mert ott volt egy úszoda, és a felnőttek, hogy hát össze. Ami nagyon érdekes volt ezekben a családokban, aminek úgy visszaemlékezem, hogy itt nem volt az, hogy na most viselkedni kell. Az természetes volt. Vagy most sokszor hallom azt, hogy nem szalonképes. Mi az, hogy nem szalon? Hol van itt egy szalon? Most talán itt volt régen egy szalon, most kiállítják a képeket, ami nagyon jó. De mi az, hogy nem szalonképes? Ki mondja azt? Mondja azt, hogy nem viselkedik rendesen, vagy nem becsületes, de szalonképes? Miért? Hát milyen az szalonképes? Ez is egy olyan dolog, hogy a régi dolgokat úgy szeretjük visszavenni és úgy használni, hogy mi is értjük, hogy miért van. De minket nem így neveltek, és a Nádasladányi unokatestvérem itt sem, vagy mondták, hogy grófok vagytok, hogy elsők, nem. Ott volt az evénylőben, ott voltak a festmények, ami Nádasdi Ferenc országbírót, meg Veszterházi Anna Júlia képe, aki a felesége volt, annak inkább néztük, hogy hogy van öltözve. De nem mondták azt, hogy na ezek az, hát szar. Nem volt az, de valahol a mélyen éreztük azt, hogy mi a származásunk. És ez későbben nagyon érdekes az, hogy az ember azért sok mindent kibírt, meg a, tényleg a megaláztatásokat, és hogy mikor iskolába jártunk, és osztályidegen, meg Nádasdi népmúzeum, meg milyen. Azt mondtuk, igen, na jó, hát ki? Az apám biztos nem nyúzott senkit, meg... Szóval ezek a nagy szavak, amiket mi megkaptunk, azt éppen azért tűrtük el, vagy bírtuk ki, vagy hogy mondjam, mert otthon a nevelés úgy történt, hogy viselkedni kellett, természetesen, nem lehetett nyafogni, nem lehetett, ha estünk, nem kellett bőgni, hát arra szó se lehetett. És mindenki tudta, hogy kik vagyunk, és hogyan, mi is tudtuk valahogy, de nem úgy, hogy folyton emlegették ezt, hogy te azért kell, hogy így viselkedj, nem. Nagyon fiatal szüleim, akik nagyon szerették egymást, és ez a hűség, ami összekötötte őket később is, értsen. Ez egy olyan példa volt, ami aztán mai napig bennem van, és én próbálom ezt úgy átadni az én gyerekeimnek és az unokáimnak is. Sőt, talán azért is vagyok itt, hogy erre az embereknek igényük van, hogy amit én a könyveimbe írtam, ami nem panasz, hanem őszinte vallomás, és úgy írtam, amit beszél. Ezek voltak abban a kastélyban, abban a kúriában, ez így történt. Ugye aztán lehet, hogy voltak túlkapások, meg nagy kastélyok, meg így, meg úgy, de Nádasladányban is ezt nem így vettem észre. Ez persze Nádasladány is, hát átjártunk játszani, meg átjártunk születésnapokra, meg láttuk azt, meg hát ott a persze, hogy rá is súlyoztunk, ahogy a nevelőknök mondták, hogy rohangáltunk ide-oda, én be is pisiltem egyszer, nem tudom miért, de nem félelemből vagy, hát csak úgy játszottunk, hogy ez megtörtént, Nádasdi Feri unoka testvéremnek kaptam egy úszónadrágot, mert máshogy így nem volt. Erről van is egy fénykép, ami megmaradt, de nem volt az, hogy az ember érezte azt, és azt hiszem nem csak a kastélyban, és nem csak, de főleg még már arról beszélünk, hogy a gyermeknek megvolt az a biztonság érzete, hogy a szülők azok gazdálkodik katona, mert az én férfi, akik mind huszárok voltak, Nádasdi huszárok, most hogyha Franciaországban mondom, hogy huszár volt, az apám azt mondja, hogy hogy létezik. De hát ilyen nagy huszároknál voltak, be voltak már akkor vonulva, persze, hogy igen, Ruháton, stb.
de nem, szóval a biztonságérzés, és azt úgy utána gondolok, és amikor könyveimet írtam, akkor úgy rájöttem arra, hogy miért volt olyan biztonságos, és miért volt olyan mély benyomással az emberre, két dolog miatt, először is, mert úgy éreztük és tudtuk, hogy a miénk, hogy nem fogunk költözni, mert hát miért költözünk? Aztán később költöztünk, persze. De akkor, mikor az ember 5 éves, 4 éves átéli a nagy teleket, az gyönyörű karácsonyokat, az unokatestvérével, a játékot, stb. És a szülők ott vannak mindketten, és szépítik a házat, és a kertet, és a zöldséges kert, és a teniszpálya, és a nem tudom, a faluba az emberek, a templomba járás. Meg volt a ritmusa mindennek, és az volt, hogy az én falum, az én házam és a miénk. És ez egy nagyon nagy biztonságot adott, és aztán egy erőt is a későbbiekben, egész biztosan. A második dolog pedig az, hogyha az ember így nevelték már, akkor a gyerek megtanult figyelni. És az azt jelenti, hogy nem csacsogott folyton, nem arról volt szó, hogy na mostan én ezt akarom, így akarom, szeretném, arról szó sincs, akarom, meg jogom van hozzá, meg ilyen, most tudtuk mi az a jog. Meg volt szabva a határok, azt nem lehetett átlépni, neki is figyeltünk. És az ember figyel, mint gyerek, azt láttam én a gyereket, saját gyerekeim és unokáim. A társadalom, ami körülveszi, zaklatott, mert az ember, hogyha van egy fiatal házasságban vesz egy lakást, akkor abból talán két év múlva ki kell menni, mert akkor vesz egy újabb lakást, mert ennek már nincs értéke, meg nincs. Az otthonteremtés, most erről szó is van, tehát az otthonteremtés az az, hogy az apáról, fiúra és fiúról, lányra, és így megy tovább, nem? Szóval ez kéne, hogy legyen. És ebbe az otthonba az ember fölnevelkedik, vagy így kapja meg, akkor megtanul figyelni. És figyelni a felnőtteket, természetesen, figyelni a természetet, figyelni azt, ami körülveszi, és akkor aztán tovább megy, akkor az iskola, és ott is figyeli a tanárokat, megfigyeli azt, amit kap, persze kritikából is, hát nem mindenkinek kell elfogadni mindent, de megtanul figyelni. És ez a két dolog, ami nekem nagyon fontos volt, amiért a könyveimet is írtam, és meg tudtam írni. Az első, ugye hát azért lett írva, mert hogy ez a régi lepsényi élet, vagy a régi ladányi élet, az hogy folyt le, és hogy milyen volt. De visszatérve, hát Nádas ladány ugye felbomlott szintén, mint lepsény, mert hát jött a háború, a nagybátyám meghalt, és aztán onnan is a családnak kellett menni. Na most Nádas ladány, hát az egy kastély volt azért, és a Dunántúlon, és a Balaton és Budapest között. Hogy ő miért menekült meg attól, hogy eladják amerikaiaknak, mert ez egy tudós stílusú, amit nagyon szeretnek az emberek, dédapám ezt így építette, angol stílusba. Azért van, mert mégiscsak egy Nádas gyümölcsöt tette meg. Az azt jelenti, hogy ugye a honvédség, e volt TSZ dolog, aztán volt a honvédség át. A honvédség ugye körbevette ezt a kastélyt szögerdróttal, oda még a ladányoknak sem volt szabad bemenni, és állítólag ilyen katonai kórház volt. Hát nem az volt, hanem egész más. Ilyen katonák, ilyen miniszterek, vadászok mentek oda, ilyen kicsit örömtanya volt, ami hát be volt zárva, ugye? És aztán voltak pirosra festett falak, meg kiadták sokszor külföldieknek filmezése. Az jó. De mondom, hogy nagyon sok csúnya dolog történt, mert már a szovjetek, mikor bementek, akkor ugye földúlták nagybátyám sírját, mert azt hitték, hogy ott kincsek vannak. A ménest elhajtották, a
könyvtár, a híres könyvtárból a könyveket kiszedték, és azon jártak, hogy ne legyen sáros a csizmájuk. És ilyen dolgok. Ugye festmények átkerültek a faluhoz, a falu népéhez, akik ugye, mert olajfesték volt, hát a festmények voltak, azt a disznó tetejére tették, hogy ne állzom be. És ilyen dolgok voltak. Aztán ugye Honvédség ezt nagyon bitorolta, egész a rendszerváltásig. Mikor is aztán, hát a nádasdiak elmentek. A nádasdiak 56-ban is, meg még előtte is külföldre mentek. Nádasdi Ferenc, unokatestvérem, aki ezt örökölte volna ezt a kastélyt, Kanadába élt, és hallotta azt, hogy rendszerváltáskor a Honvédség árulja a kastélyt, amerikaiak akarták megvenni. És akkor ő már még nem ment nyugdíjba, azt hiszem, de Kanadába ért, azt mondta, hogy azt nem. Akkor volt az a ciklus, hogy ma most kapunk, de nem ingatlanokért, nem, de kárpótlást. De persze az akarság. Tessék? Harpás jegyeket, iráltal jegyek. Lehetett venni, hogy mocsaros vidéken valamit. De ez nem is ezt akarta, azt akarta, hogy tessék ezt a kastélyt megtartani. Azért mondtam, hogy a nemzet kapja meg, mert ez az ő jelszava volt, hogy az állam elvette, de a nemzet kapja meg. Hazajött, hazaköltözött, és teljes energiával belefeküdt abba, hogy minden pénz nélkül, amit ő meg is mondott, hogy én bizony egy fillért nem adok azért, amit elvettek tőlünk, és tönkretették, hogy én most ezt megjavítsam, és van olyan károlyak, csinálták, de nekik vagy a pénzük volt, vagy a csurgot, hiszen ez megtörtént. Na most az nagy munka volt ez, mert ő neki meg kellett csinálni egy alapítványt, Nádasdi alapítványt, aminek az volt a célja, hogy környezetvédelem és művészetek. Hát környezetvédelem mondjuk 20 évvel ezelőtt Magyarországon azt nem még tudták ezik el. Visszák, de azért igen, hát a minisztérium azt mondta, igen, adja a pénzt, majd add ide a pénzt, aztán majd mi megcsinálják. Hát az nem, mert is volt, ő mondta is, hogy neki van egy kis nyugdíja, de akarata van, és befolyása volt. Olyan helyekre pályázott ők nyerni, csak legyen egy biztosíték, hogy ez a kastély kerüljön, a nemzethez kerüljön, és ne lehessen eladni. De ezt ő elérte, és ebben a kastélyban nagyon sok szimpóziumot tartottak a társadalmi problémákról, építészetről, egészségről, stb. Nagyon ott volt a magyar értelmiség színejava, tényleg ott volt, és ezt mindig csodáltuk, hogy ők oda mentek és beszéltek arról, hogy mit kéne csinálni, hogy kéne csinálni. Kinyílt a kastély a falu felé, nagyon sok minden meg lett javítva, például a könyvtárnak a padlója, amit előtt gombával, én nem tudom mivel. És nagyon sok minden meg lett javítva, és voltak tervek. A Nádasdi alapítványok voltak tervei ebben kapcsolatban. Jelző ugye az volt, hogy hagyomány, becsület és jövőkép. Még mondjuk, most is kint van a tábla a kastélynek a homlokzatán. Sajnos ő azt hiszem 3 évvel ezelőtt meghalt, és ez megszűnt. Az alapítvány működik. Lesz is. A műemlékhivatal, vagy most már talán másképp hívják, gondozza a kastélyt, sok benne a program, talán nem annyira a program, de a terv. Európai Uniós pénzek, az vissza kell persze fizetni, mert az nem mondanám, azok nem adnak csak úgy pénzt, hogy majd lesz meg az. De amit mi gondoltunk, hogy itt legyenek, a tavat meg kellett volna csinálni, a parkot újra tervezni, és mondjuk biókertészetet csinálni, ami nem azt jelenti, hogy nem fröcsköljük be a zöldséget, hanem azt jelenti, hogy csináljunk egy részt, ami zöldséges kert és gyümölcsös, ami a helyi iskolát ellátja. De hát ezt nem, a fák már nagyon öregek, dőlnek ki, és vannak tervek, és azt hiszem, hogy ez lesz is kastélyprogramban, most lesz is építkezés, csak azért az kellett volna, hogy a lakhatóság meg legyen oldva, hogy akik oda mennek táborozni és tanulni, mindenfélét lehet ott tanulni, magyar kultúrából, ezer dolgot, mindent, azok nem tudnak hol lakni. Tehát
azt a részt azt nem újítják föl, viszont vannak tervek. Hát ami most ki volt írva, és hát engem is megkérdeztek, nagyon kedvesen, ami hát nagyon becsülendő, de hogy a turizmusra építkezik. Én meg azt mondom, hogy a turizmus az szép és jó, de ne legyenek ezek a kastélyok ehhez a divathoz kötve. Mert jön valami baj, lezárják a határokat, aztán nukú a turistáknak, nem? Szóval én így gondolkozom, mert öreg dolga vagyok. És lehetnek ilyen dolgok, ne csak erre. És a turizmus az ne legyen úgy, hogy jövök, megnézem, a ezért azt mondja, jaj, de szép. Vagy ne legyen csak az, hogy oda menjek, mert hogyha esküvőm lesz, akkor ott fogok fényképezkedni a torony mellett, mert miért nem ott fog fényképezkedni? Nem, de miért kell ott most megint ilyen vágyak a régi életre, ami Franciaországban is így van, hogy azért az valami volt, és hogy... De mondjuk jó, hát szóval turizmus lehet. A lenti az ősök csarnoka, a könyvtár üres. Most hoznak majd könyveket. Egy szikra bútor nincs a régi világon. Itt láttam két gyönyörűséget a régi tulajdonostra, amit megjavítottak. Nátaspedben nincs. Nagy tányban ilyen, amit a filmesek ott hagytak, a Borgiát ott filmezték, amilyen nagy, szép függönyök, meg ilyen aranyozott székek, amire nekünk, mert család találkozónk volt, és ott volt az utolsó búcsú vacsoránk, nem az utolsó vacsoránk, és azt mondták, hogy ezekre a székekre ne üljenek, mert azokra. Na most a Názögyi család a filmes székre már nem ülhet. Hát a logika az nem. Hozzunk ilyen kerti székre, ilyen plastik székeket. Hát jó, hát azon ültünk, vagy nem ültünk, táncoltunk, jól értünk. Csak a logikát az ember nem érti, hogy ez hogy van. Na most meg kéne tölteni a könyvtárat könyvekkel, és kinyitani azt, hogy ide jöjjenek a könyvtárba, mint nagyon sokan van is, hogy a könyvtárba jönnek az emberek olvasni, kiveszik a könyvet, ott olvassák el, mert vegyen magának időt. Ott van az egy gyönyörű kápolna, ami szintén rengeteg dolog lenne, ami a falut is szolgálja, a falut, ott van helyben. És hát ez a kastély, ami tényleg szép és jó, mindenkit szereti is, mert aki oda megy, megnézi és azt mondja, milyen szép. A vállalkozó, aki a külső dolgot renoválta, sajnos annak az a baja, hogy télen csinálta és fagy volt, és az oldalon repedezik, és jön le a vakon. Szóval a hozzá nem értés nagyon sokszor, meg a pénzek eltűnése. De van egy folyamat, ami biztató. És azért mégis, már az egy nagy dolog, hogy ez a kastély nem lett eladva, ugye, amerikaiaknak. Az már nagyon nagy dolog, mert visszavenni valamit, az nagyon nehéz. Nem, és akkor ők biztos csináltak ott valamit. Ami nekem nagyon fontos lenne, és ugye ez a kastély tényleg úgy használ, vagyis szolgálja az országot, és a falut, és a megyét, és hogy az tudatában legyen az, aki ott lakik, aki oda látogat, hogy azért milyen értékeink vannak. Mert ezt is fel kell építeni, hogy legyünk büszkék arra, minek. Mi magyarok nagyon hajlamosak vagyunk arra, hogy elkezdjük mondani, hogy ja, persze, hát külföldön sokkal jobb, hát. Mikor hazaköltöztem 3 évvel ezelőtt, csak ezt hallottam, hogy na, majd meglátod. Na, ez nem Franciaország. Hát nem, hála Istennek. Mert most nagyon. Szóval az, hogy legyünk büszkék arra, amink van, és a közös erőből az nem lehet mindig másra számítani. Ezt mondtam a ladányiaknak is, mert azt mondták, hogy igen, de ott ez van, meg mindig panaszkodik, hogy másik a hibás. Nem, hát most nyissák ki, de persze a felelősek. Azért legyen az, hogy beengedik az embereket, de hogy nézzen is valamit, és legyen felelős azért, amilyen van, mert tényleg a kastély szép és jó. És azon kívül megint itt az jön vissza, hogy a régi tulajdonos az, aki ezt építette, annak a tiszteletére is. Van-e Pirisben egy nagyon szép mellszobrod édapámnak, nekem különben is példaképpen, mert nagyon fiatalon vesztette el a feleségét, 20
24 éves volt egy csillon, amikor meghalt kolerába, és ő utána nem nősült meg többet, fölépítette a Nándorladányi kastélyt, és a közügyeknek adta fejét, az életét. A dédapám, úgy volt aztán Nándorcsi Tamás a fia, aki Párizsban halt meg, erről különben szó van ebben az új könyvben, és ő azt hiszem 1907-ben halt meg, hála Istennek, hogy nem érte meg a trianoni katasztrófát, ugye? Úgyhogy azért mondom, én nagyon benne vagyok, ha kérdeznek, és mondom is, hogy mit kéne, hogy kéne, amit én így érzek. Szóval ez lenne az alapja ennek a kastélynak. Én azt hiszem, hogy ez sikerülni is fog. Csak az emberek, akik annyira el vannak foglalva, hogy mi lesz, hogy félnek, hogy és ez a bizonyos dolog, hogy mindenki fél, és ja Isten, most mi lesz, és hogy fogok megélni. Látom eszméletek, gimnáziumokba is megyek előadást tartani, és mert oda is felkérnek, ami nagyon jó, és hogy a fiatalság, hát nyugodjon meg, és saját egyéniségét, saját lelkét, és tudja, hogy mit akar, lassan kérjen tanácsot. Mert a kompjúter, ezek azért nem adnak igazán kultúrát, vagy tanácsot. Szóval ez az a fülhallgatás, meg minden, de kastélyokkal kapcsolatban nekem az az érzésem, és az a meggyőződésem, hogy mindannyiunknak a felelőssége. És azt átgondolva azért lehet mondani, hogy ezt igen, ezt nem, hogy milyen jó lenne ez vagy az. Ott vannak még mesteremberek, és vannak még mesteremberek, és legyenek is mesteremberek, akik mondjuk egy bútort csinálnak, egy egyszerű bútort vagy, ahogy a Feri, a bátyám kérte is, hogy azokat a régi kovácsolt vas kapukat ott ingyen megcsinálta egy régi mesterember, ott, ahol az volt. Csak azért, mert a Feri ezt kérte. Ugye? Na, most a Nándorgyakra visszatérve, azért nekünk minden 5 évben van egy Nándorgyi családi találkozónk. Én vagyok az egyetlen, aki most itthon él. Igen. 14 országból vannak a Nándorgyiak elosztásán, nagyon sok a fiatal. Ezt mindig egy fiatal rendezi, hát fiatal az olyan, mint az én fiam, aki már 59 éves lesz, de akkor fiatal van. Ez a generáció kezdte. Mondván, hogy mikor mi összejöttünk Amerikába, vagy itt vagy ott, és összezottan azért nem voltunk olyan boldogok, és beszéltünk a régi Magyarországról, meg az emlékeinkről, azt mondja, hogy miért nem megyünk haza, csináljunk egy családi találkozót, ott csinálhattok. És ez nagyon szépen, hát először Burgenlandban volt, mert nem engedtek még sokunkat haza, és most van szerintem 40 éve, ebben az évben lesz meg egy Nádasdi családi találkozó. Mondom, hogy Nádasladányba ellátogatnak a fiatalok, nézik, én ottan persze mesélem neki, kevesen beszélik már a magyar, de azért vannak, és Nádasdi Pál nevezeti unoka öcsém, aki egyik unokatestvéremnek, a Gábornak a fia, annak van két kicsi fia, Andor és Zoltán, Nádasdi, Amerikában élnek, de tanítja őket magyarul. Úgyhogy ezek olyan nagyon biztató dolgok, és az, hogy eljön megnézni ezt a Nádasdi kastélyt, hogy amerikai kisfiú, de azért és akkor ott az nézi, és megérti, és akkor az embernek ez is felelőssége, hogy a Nándorcsi családi találkozón legyen egy lelkisége ennek a találkozónak, és amit mindig mondok nekik, hogy vigyázzatok azért ebben, mert ti minden 5 évben jöttök ide, végigjártak az országot, szépnek találjon, aztán visszamentek dolgok, de mi természetes. De ha kimentek abból a hotelból, ahol együtt vagyunk, és elvegyültök, úgy kimentek a faluba, hogy elmentek ide vagy ugye, a fűszerüzletbe vásárolni, és akkor mondják, hogy hát itt a Nándorgyiak, hogy a Nándorgyiaknak még mindig van egy olyan hírnevük, amire nagyon kell vigyázni. Hogy nehogy ott nekem berúgjanak, vagy elkezdjenek, nem tudom én, gyorsan autóval menni, vagy szóval értik meg a hasznos. És azt mondom, vigyázzatok, mert mindenki tudja, hogy ez a családi találkozó van, és csak kérdik, hogy hogy meg rengeteg a Nándorgyi. Most észrevettem,
ezen a Facebookon, vagy hogy hívják. Annyi nádori van, égen a csillag, de jó, hát miért nem? Szép név, nem? Sokan felvették. De azért mondom, hogy ennek a nádörzsi családnak azért ez még mindig megvan, hogy olyan tisztelet felteszi körül, amire felelősség vigyázni, és ezt mindig mondom ezeknek. Hát aztán ugye ez van, hogy ez volt Ladány, ami a szép emléket fűznek. Ez volt, ami azért sárladány volt, csak a nádas diak miatt lett nádas ladány. Lejárt az idem ez az? Valószínűleg be kell venni a gyógyszert. Nem, nem, nem. Tessék, csak viccelek. Igen, én szószátyár vagyok, mondtam a hölgyeket, ezzel voltam a nagyon nagy megtiszteltetés volt a Nemzetházán, és magyar nők a nagy világból hívták ezt az előadást, és hát mindenki beszélt, meg voltunk egy pár híva, akik meséltek, nekem az volt a feladatom, hogy példáról, és nem tudom miről, és hát az ember oda fölmehetett oda a parlamentbe, és még fölmentem, még bemutattak, mondtam, úristen, mi lesz itt, aztán elkezdtem beszélni, és akkor az ott úgy van, hogy hát ugye ott az ember nézi az óráját, meg tiktak, hanem ott van a rendező hátul, és akkor mondja, hogy vége, hogy fejezem be, amikor az ember van belelenni. Nem, de tényleg szóval a nádasdiak a könyveimről, csak egy pár szó, mert aztán na, sokan is olvasták, meg szerették, meg tanácsolták is, hogy ez egy olyan széria, most már a hatodik, amit megjelent, amit hát azért is írtam, hogy beszélhessek róla, mert az ember már ír könyveket, és annak mondani valója van, és nem csak egy fellengzős regény, vagy egy ilyen. Akkor, és az megjelenik, akkor általában vagy könyvesboltokban, vagy könyvtárakban, vagy azért meghívják az embert. És hát mikor még 3 évvel ezelőtt Franciaországban éltem, ennek eleget tettem, mert az első könyv az 10 évvel ezelőtt jelent meg, és eleget tettem, de nehéz volt, mert hát Franciaország és Magyarország, akkor jöttem, akkor nem volt itt, de azért csináltam. És most 3 éve mióta visszajöttem, azóta csak ez íródott itthon, az asszony szerelem, asszony sors, a többi mind külföldön íródott. És annak az a története, hogy magyar festőművész barátunk jött ki Franciaországba hozzánk, és Mészáros Kézzel. És ők nem tudták tulajdonképpen, hogy ki vagyok, meg mi vagyok, én nem szoktam erről nagyon sokat beszélni, de aztán kérdezgették, hogy honnan jöttem Magyarország, s mikor, és hogy jöttem a hátán, és te meséltem, és vittem őket múzeumba, ide-oda, de közben meséltem, és akkor nézze, hogy elgondolkozott, és azt mondta, hogy ez nagyon érdekes, amit te mesélsz, és ilyen derűsen és vígan, és nem panaszkodva, hogy mondva, hogy amikor átjöttem a határon, majd meghaltam, vagy ilyesmi. És azt mondja, hogy milyen jó lenne, ha megírnád. Hát mondom, képzeld, de most megírjam én ezt a könyvet, mikor már politikusok, meg tűzoltók, mindenki könyvet ír. Nem, tűzoltók is írnak könyvet, meg bűnözők, gyermekkönyveket írnak ezért, ugye? És mondom azt, hogy nem, mert hát túl sok már a könyv is, de azt mondja, és akkor mondott valamit, amit elgondolkoztam, és azt mondtam, jó. Azt mondja, hogy tudod, itthon mi, ezek az évek, 1950-es évek, meg előtte is, meg egy ilyen család, akitől származol, hogy élt, meg a többiek is, meg a magyar vidék, meg minden. Ezt mi nem ismerjük. Nem ismerjük, mert ez be volt tiltva, meg elmúlt az idő, és nem tudjuk. És hogyha ezt a múltat mi így, hogy te beszélsz, megírnád, és elmesélnéd, akkor megismernénk azt, hogy mi történt itt Magyarországon, és ez reményt adna jövőre.
És akkor úgy, úgy elmondom, hogy itthon reményt adna az, hogy én írok. És ez tényleg valahogy bevált, mert ugyanakkor nagyon nagy felelősség, ugye? És de azt mondta, hogy úgy csinált, ahogy te beszélsz, és ahogy aztán sokkal később Győrben volt egy könyvbemutatom, az nagy színházban, és ott egy úr felállt, és azt mondta, most már elhiszem, hogy maga írja a könyveket, mert úgy beszél, hogy ír. Miért? Eddig azt hitték, hogy nem én írtam a könyveket. Igen, lehetséges. Úgyhogy ez megtörtént, csak ez aztán kiadót kellett találni, aki aztán meg is lett, mert Cseh Tamás, aki az énekmondó, nekem nagyon jó barátom volt, és családomnak is van Franciaországban. Itthon is, mikor a fiam hazajött magyarul tanulni, akkor ő hozzá nézte, hogy ő hogy énekel, és hogy mi a felfogás. És ő találta Méri Gábor kiadót, aki mind a mai napig kiadja a könyvemet. Igen, de azért ez rizikó volt, mert Méri Gábor egy nagyon jó kiadó, de ilyen szép művészettörténelmi könyveket ad ki, és nem ilyenféle. De ugye bevált, belevágott. És kiadta az elsőt, aminek aztán az első szerződésemben az volt, hogy ha 3 év alatt 1000 el kell, akkor az nagy, nagy siker lesz. Hát ennyi kellett eladom. Igen, elsőben. És akkor azt mondta, hogy most aztán tessék folytatni. Úgyhogy a trilógia, az első 3, az 3 év alatt született. Mert akkor olyan lelkes lettem, vérszemet kaptam, és elkezdtem írni. És ahogy ez látszódik is, hogy nagyon szép kiadás. És mindegyiknek a fülszövegét azért Mészáros Géza írta, ami egy gyönyörűség, mert ő nagyon szépen ír. Szerintem jobban, mint fest. Csak azt remélem, nem ül itt valahol. De nagyon szép fülszövegeket ír. Aztán az ajánlás, ugye, az első trilógiának bejött Zsolt, nagy megtiszteltetés, bár sokan mondták, hogy azt azért nem kellett volna. De nagyon ő ajánlotta föl, és nekem az is nagy megtiszteltetés, amit nagyon szépen csinált, és aztán utána jött az Ízes élet, ami hát egy másfajta könyv, mert minden országban én jártam, az ízek hangulatát szerettem volna, azt, hogy egy ebéd, például Normandiában milyen más hangulat veszi körül, mint Magyarországon töltött át. Erről szól, ott viszont Léva Janikó írta az ajánlót, amire nagyon büszke vagyok szintén, és aztán jött az úton útfélen, ami most nincs itt, mert már nem kapható, ezekről az útjaimről szól. Most a harmadik könyvem, az pedig megint más, de azért a vezérfonal mindig itt van, az, hogy az ember álljon helyt, és tessék, ezekről a dolgokról úgy beszámolni, hogy hihető legyen, és az emberek gondol, és reményt adjon, tényleg reményt adjon arra, hogy azért nem vagyunk mi senkik itt Európában. Mert van egy nagyon erős kultúránk, és van egy nagyon erős nyelvünk, amit tényleg meg kellene tartani, mert és fejleszteni, és szépen beszélni. Mindig mondom azt, és gimnáziumokban is mondom, amikor nagyon sok a slang, most meg ilyen SMS nyelv, meg minden, hogy én nekem 60 év külföldön nagyon sok szomorúságban és bánatban az segített át, hogy magyar irodalmat olvastam. És az, hogy én még a mai napon így beszélek magyarul, azt nem érthetően, az annak köszönhető, hogy én ezt a magyar irodalmat olvastam, és megértettem, és átéreztem, és tényleg reményt adott nekem is arra, hogy ez a nyelv egy nagyon fontos, és át kell adni. Persze az első áronnak nagyon furcsa a címe, mert ugye éppen Lepsényi Kúriában volt történt az, hogy a szüleim a gazdaságot végigjárva bejöttek, és akkor a kis udvarban ott volt a villás reggel, és mi odaültünk a nővéremmel, és ott beszélgettünk velük, és hát ott volt alkohol is, ugye ez az talán ilyen kicsi vermútos pohárba, és abba belemártottam az ujjamat, és ennyeltem, mert én azért hát ilyen szerettem az alkoholt, később is, de akkor kezdtem.
És akkor pössze voltam, és 4 éves, és akkor azt mondták, hogy ezt nem szabad csinálni, ez alkohol, és ezt nem szabad. Mert akkor beteg leszel. És akkor azért azt mondtam, hogy itt később, hogy azért zagolni szabad. És hát ez lett az első, és az a másodnak is, hogy a szabadság zaga, mert a szabadságnak sincs mindig illata. A maradni zavad, az is, hát ez a trilógiához hozzátartozik az ÖVV, de az első, mikor már nyomdában volt a könyv, akkor a kiadómat értesítették, hogy ezt nem lehet, mert a címe rettentes hiba van. Teljes írás hiba van, zavad, nem. És akkor azt mondja, nem, azt mondjátok, hogy úgyse, tessék kinyomtatni, szóval mi lesz elég, úristen, mert ugye a nyomdás nem orvos a könyvet. Úgy, ez a három, akkor azt mondom, az édes élet, az útjaim, az úton útvélen, és hát a asszony, szerelem, asszony sors. Mi 3 évvel ezelőtt költöztünk haza a férjemmel, ami közös akarattal, és nagyon nagy szeretettel, amit ő tényleg akart, nagyon szeretett itthon, és nagyon szerette ezt az országot, az embereket, a barátainkat, és sajnos ő 1 év után meghalt. És hát azt, én akkor itt itthon egyedül maradtam. És volt egy dalciklus, amit Schumannnak a dalciklusa, amit én konferáltam Pesten. Ez egy nagyon szép szövegű versre íródott, már mint a zene. És a barátaim adták ezt elő, és én konferáltam. És ez mondjuk olyan 1 hónappal a férjem halála előtt. Volt, és ennek a dalki ciklusnak a neve Asszony szerelem, asszony sors. És aztán elmúlt az idő, és én persze bánatommal egyedül maradtam, és ősszel, mikor aztán már kérték, már el is kezdtem írni az új 6. könyvemet, de akkor volt egy idő, hogy ez nem ment természetesen, és aztán ugye átgondolva, akkor azt mondtam, hogy legyen ez a címe, az ő emlékére is íródott a könyv, és azt, hogy ő mennyire valahogy, mint francia, példát mutatott azt, hogy hogy viselkedjünk, hogy, és főleg azt, hogy engem hazahozott. Amit most nagyon hálás is vagyok ezért, mert itt lehetek, beszélhetek, és valahogy ez a bánat, ami engem ért, arra sarkal, hogy igenis az asszonyoknak, a lányoknak, és a nőknek beszélek arról, hogy mi a szerelem tulajdonképpen, és hogy mi a mi sorsunk az igazi nőknek, az igazi asszonyoknak. És hogy kell, hogy viselkedjünk, mert nagyon fontos az, ahogy mondták, a nő olyan, mint a család, és a család olyan, mint a társadalom. És ez egy nagyon nagy igazság, mert a nők, akik ugye családot alapítanak és őrzik a családot a maguk módján, a férfi segítségével természetesen, de nem kizárva a férfit. És ez egy nagyon fontos dolog, hogy a család, mint olyan, erős maradjon, és az utódok. Nem elég ahhoz a pénz. A pénz nem. A pénz nélkül is lehet, és bizonyítva volt, hogy hány család maradt meg, és hányan nevelkedtek igazi családba, és milyen jó emberek lettek pénz nélkül. De ez a mi asszony sorsunk, ami aztán a bánatot néha el kell viselni. És azért is viselkedjünk úgy, mikor ez aztán ránk szakad, akkor aztán tessék megint helytállni. Ez az utolsó könyv, ami most jött ki karácsony előtt, ugye? Hát ez nagyjából az én életem, az én sorsom, az én gondolataim, de van még 10 000, és még van több is, de szeretném, hogyha kérdeznének. Nagyon szeretném, hogyha kérdeznének, mert hát gondolom ön is kíváncsiak valamire, és talán, de ott is úgy, hogy vannak dolgok, amiről talán kiadtam, és nem válaszolt, vagy nem beszéltem, és amire kíváncsiak, nem? Úgyhogy kérdezném azt, hogy és alsó felérről azért nem beszéltem, mert az nem egy kastély.
Mint meg kiadták benne, hogy kastélyhoz. De nagyon szívesen, igen. Hát alsó pere tulajdonképpen, bár régen úgy hívták, hogy az alsó pere Vadász kastély. Ami tényleg igaz, és az is volt még a nagy szüleim idején, mert ott volt egy torony. De ez egy vadászház volt tulajdonképpen, azt a tornyot lebontották. És lett egy ilyen nádtetős vadászház ott a Bakony közepén, alsó pere pusztán. A felsőházaknál ugye voltak a mészégetők, meg laktak. Hát állattartás volt, vadászat volt, és erdészet. És ez a három nagyon jól működött együtt. Most ez nem úgy van, mert ilyen parkot lett a régi vadászházból, ami ugyan azt lerombolták, és háború után mi ott húztuk meg magunkat, ami nagyon jó volt, mert ezt is apám örökölte, és ott az erdőt, meg ezt az alsó perepusztai vadászházat. Mi nagyon szép volt. Sokan is voltunk, mi onnan jártunk gyerekek iskolába, Bakonynánára, ami 7 kilométer volt, oda-vissza 14, és ezt egy nap meg kellett csinálni. Hát télen nem mentünk, mert akkor még méteres havak voltak, de most úgy átgondolom azt, hogy most egy gyerek, hogy menjen 7 kilométert az iskolába, meg 14 gyerek. De azért kell róla beszélni, mert ez tényleg így volt. De nem azért, hogy a belzeg mi. Hát nem, de azért megmaradtunk, sőt. Meg petróleumlámpa volt, meg háború után akítottuk az oroszok. Volt itt ennyi. És ott voltunk egész addig, míg apám vissza nem jött a fogságból. 49-ben, és aztán ott voltunk, de aztán 72-ben kidobtak bennünket onnan is, mert hát ott a bányászok jöttek, meg ez volt, meg az volt. Úgyhogy így lett vége, és oda se szabadott 20 évig visszamennünk. Ez egy olyan mánia volt, hogy nem szabad, mert megfertőzzük a népet. Erről is, hogyha az ember úgy beszélget, ottkor egy iskolában, éppen Veszprémben egy kisfiú azt kérdezte, hogy mi az, hogy osztályidegen? És igaza van neki, mert most ezt már nem így hívják, hanem úgy, hogy a demokrácia ellen fellépő nem kívánatos elemek. Most az ember 12 éves, azt azért nem nagyon érti, hogy ez mi, de most ezt így hívják hivatalosan. Osztályidegen sokkal. De vannak olyan gyerekek, azt kérdezik, hogy és tetszett, ambroncsos ruhába járni, és a per nyilván a parkon. Úgyhogy, hát ez is van, és megértem. Mondom, nem vagyok bármi babó, nem voltam soha. Vágynak a szépre, a jóra, a parkra, a kastélyra, és ez így van, de per én aztán ez nem így van. Együtt voltunk gyerekek, de az jó volt, szóval az is egy. Mondjuk anyámnak volt nagyon szomorú, mert apám nem tudtuk, hogy visszajön egyáltalán. És a férfiaknak ott nehéz dolguk volt, és hát az asszonyok nagyon meg kellett állni a helyüket, és dolgozni, és enni a gyermekeknek, nem? Nagyon érdekes ez, hogy múltkor egy hete voltam Pétfürdőn, és ezzel kapcsolatban akkor ott sokan voltak, és kérdeztek is, és odajött hozzám egy idősebb asszony, és hozott nekem levelet. És hozott egy levelet nagyanyámtól, aki írt az ő nagyapjának, egy levelet Kovács Gyurinak, aki a bodegát tartotta fenn valamikor, ami eltűnt a gyerekség mellett, és édesapámnak a levele, ami szintén a nagyapjának szólt, aki arról írt, hogy nagyanyámat hogy temették el Lindauba, és hogy a sír körül álltuk is elének. És ez is olyan dolog, hogy ezt a levélnek a fénymását megkaptam, ami hát olyan hihetetlenül megható, és ugyanakkor milyen hasznos nekem, hogy milyen szép, hogy a szüleim nekem így viselkedtek, hogy ez milyen jó, pedig akkor már minden. És a nagyanyám azt írja, hogy Gyurikám, olyan jó a fiamat viszont látni 20 év múlva. És akkor mi megpanaszkodunk, hogy nem jönnek ebédelni ezek a büdöskölyök. De tényleg, hogy lehetett azt kibírni, az egyik fiait Hősi Alá tart, a másikat.
És ezek a levelek ott vannak szépen írva és értve, és ezt át nekem átadják. És ez azért van, mert én is írtam, mert eljönnek arra az író-olvasó találkozás, és akkor ezeket átadják, ezek szép dolgok nagyon. Tessék még kérdezni. Szeretném megkérdezni. Korábban a temető a fia előttem, az önfény kérdésben. Igen, mert hát ott volt ugye Nét Dédapám, aki ezt az obeliszket építette az ő feleségének és családjának, és azt megrenoválták. És akkor az ottoniak, mert régen Agárdon volt Nándorgyi kastély, de aztán az aztán leégett, anyám legalábbis esmesélt. És az agárdi temetőbe is megszűnt a Nándorgyi sír. Ott voltak, mindenki ott volt eltemetve, csak lékán voltak a nagyon régi Nándorgyiak, de ami most már Ausztria, ugye. De ott azért, mert ugye Agárdon rettenetes nagy volt a háború, és ott a régi temetőt felszántották a tankok, és ott minden eltűnt. De ez az obelisz megmaradt, de nagyon tönkrement. És akkor az ottani polgármester számomra 5-6 éve megkért, hogy mikor megrenoválták ezt a obeliszket, akkor, hogy írjak egy pár sort, mint Nádasdi, és még mindig ott van a fénykép is. Hát nagyon köszönöm. És azt is írtam, hogy hirdesse a Nádasdioknak az itt létét. Igen. Nem tudom, kedves, nem tudom, meg kéne az ottaniakat kérdezni. Senki se tud, ezek, mert ott van egy kastély, de azt valami külföldi vette meg, és nem szabad bemenni oda sem. Apámnak is volt futballcsapata a Lepségben. Benn is van az első könyvben, fényképben. Futballcsapatja volt a Lepségi, volt ilyen rét, az a futballcsapat. Nem tudom, édes lehet. Azt is hallottam, hogy ugye Sobri Jóska volt az nagybetyá, aki alapútatott volt a felsőházaknál alsó perén egy ház, és onnan az volt egy ilyen fogadó, vagy kocsma, és onnan ment át egy alagút, és kiértem Késnél, amilyen kicsit azért komplikált lehetett, mert azért van egy ilyen emelkedő, de ott az elágazott, és odahajtotta be a sógyúzsak az robot állatokat, vagy mindent. Mindig mi gyerekek nagyon is kerestük ezt, nem? De oda csak egy-ketten belestek a régi boxkubányának az aknájába. Ordítva, mint voltak azok a csillék, ott a régi csillék, és azon rohantunk le a völgyön, teljes felelőtlenül ottan a... Vannak ilyen legendák, de lehet, hogy volt. Nem ott viszi az aranyrudakat az orban? Agárdiak vagyunk, de ez csak legenda. Tehát nincs alagút. Nincs az alagút. Nincs. Nem is volt. Mikor a kastélyt lebontották, hogy se találtak semmi nyomát. Értem. Igen. Lehetséges. Én egyszer voltam ott, a nővéremmel kerestük, az agárdi temetében kerestük nagyon nagy vehemenciával a nádorgyi sírokat. De mert nagyapámat Párizsból odahozták vissza, de nem voltak, és akkor elmentünk a paphoz, és a pap mondta azt, hogy ott a régi temetőt felszántotta ezek a harcokba a tankok, és az új temetőben ugyan van egy kereszt, amire rá vannak az obeliszkok kívül, van egy kereszt, ami a nádorzsiak emlékére. Tehát ott annyit rohangáltunk az a nővéremmel, hogy az csoda, hogy megtaláljuk, aztán mondtam, hogy menjünk a paphoz, talán jobb lesz. Sok minden így eltűnik. De az Alsó-Pere temetőbe tessék elmenni, mert ez nagyon szép, ott van édesanyám, édesapám és most már férjem is ott van. Ez egy nagyon szép erdei temető,
édesanyám oda ment vissza, amikor visszaköltözött, és hát amiért, hát ott is vannak, meg apámmal, amikor megházasodtak, oda mentek Nászútra. Úgyhogy most ott van mind a kettő a temetőben, ami hát így rendelkeztem, hogy ez így legyen, mert biztos jó lesz nekik. Én azt szeretném kérdezni, hogy a család az Sárvárt mikor vesztette el? És a másik kérdés pedig az, hogy tetszett említeni, hogy Réka az az önök hívó. Igen. És hogy nem lettek olyan szerencsések, mint az Eszterháziak, hogy a Kastély Burgerlandban. A harmadik kérdés pedig az, hogy tetszett kibírni azt, hogy egy ilyen történelmi család sarja egy nő hullát most Párizsban. Na, no, ez a hullamosás egy jó. A hullamosással kapcsolatban végén kezdeném. Az úgy történt, hogy én Párizsba éltem, és aztán 8 évet a férjemmel is, aki kisfiammal, Gyurival, aki most 59 éves, és hát 8 évi házasság után a férjem elment. És akkor egyedül maradtam ebben a 8 év városban, és akkor meg kellett, hogy éljek. Ugye a színház, a filmezés, amit én ott hagytam Bécsbe, meg ott hagytam Ausztriában, hát az elmúlt, mert hát mert úgy nyelvet kellett tanuljak, stb. És akkor meg kellett éljek. Hát én sok mindent vállaltam, fogtechnikustól kezdve, modell, minden voltam. De a hullamosásra úgy jöttem, hogy persze egy magyar lány jött, mert a magyarok vállalnak ilyen dolgokat. Meg a férfiak búvárkodnak Párizsban, ez egy ilyen dolog, néha nem jönnek föl, de hát is. Meg az Eiffel tornyot festették, a Rumbos Gyuri, meg ezek, vagány emberek voltak szóval. És ez a kislány azt mondta, a kislány, a fiatal nő azt mondja nekem, hogy a Hotel Gyű, az a Notre Dame mellett egy nagy kórház, és annak az alaksorában van, készítik elő a Párizsban elhullott ilyen klozsárokat, akiknek nem jön családja, nem senki, azokat ott meg kell mosni, és akkor mennek a boncolásra. Tehát azokat ki kell mosni, és nagyon jól fizetik. Hát az reggel 5-kor oda kell menni, és akkor jönnek ilyen futószőnyegen ezek a alakok, nők, férfiak, és hát akkor azt kaptunk gumicsizmát, gumikesztyűt, slagot és kekét. És akkor le kell vágni róla a ruhát, megáll az a futószőnyeg, és akkor meg leszedni róla, ledobni ilyen plastik zsákot, akkor megforgatni. Ő nem írta előről most őket, mert azt mondja, hogy nézik. Hát mondom, nem nézd meg azokat, ő hátul, de hogy lehetett? Először is jó fizették, primán fizették, mindenki hullákat kívánt magának, mert sorba ártatott az ilyen fajta, mint én. És azon kívül pedig az, hogy én a tulajdonképpen úgy a háborúban, mint 56-ban én azt Pesten éltem meg, rengeteg halott embert láttam az utcán. Valahogy nekem az egy... Nem volt riasztó. Nem volt riasztó, és még most úgy utána gondolok, mert nagyon sokan azt mondják, hogy ezt miért csináltam, miért nem csináltál mást. Mit? Akkor rám szakadt az a dolog, hogy meg kell élni, csak én leszélek 8 éve. És ezt sem vádolok senkit, egy nagyon jó, hogy mondják ezt, egy nagyon jó tapasztalat volt tulajdonképpen. Ez bizonyítja, hogy ön kérdezi. Mi volt a harmad, vagy második? Hogy mikor tetszett egy Sárvárt elveszteni a család, és a harmadik pedig, hogy nem voltak olyan szerencsések, mint az Eszterháziak, hogy maradt birtokok Burgerlandban. Eszterháziak, igen. Hát az első az, hogy ugye a Nádasdy Ferenc országbírót a Veselényi féle összeesküvés után lefejezték. Teljes vagyonelkobzás volt, és akkor elkobozták Sárvárt is, Witterbach, Sziszinek a família, amiről ő nem tehetett, mert ők bajok voltak, és hát első Lipót császár ilyen szépen fizetett, és elvette, ugye akkor elvette Lékát, és teljes vagyonelkobzás volt. Akkor kerültem. Na most itt az a történet, hogy azért a teljes vagyonis Nádasdy Ferencnek 11 gyermeke volt, és a feleségét úgy hívták, hogy Eszterházy Anna Júlia. De az már halott volt akkor. Hát a férje is, mert azt meg levágták a fejét. De a 11 gyerek, még a nevüket is meg kellett változtatni, mert
Deutschkreuzra kellett vinni őket, és nagy büntetés volt az, hát ugye elvették a vagyon, de azért itt-ott megéltek, megcsináltak. Először Mária Terézia rehabilitálták őket. Ami viszont nagyon érdekes, hogy Sárvár még mindig úgy hívják, 300 évvel utána, hogy Nádasdy Ferenc kastély. Látjátok, szóval érdemes. Ahogy mondták, hogy életünket és vérünket, de pénzt semmit. Úgyhogy ez is úgy volt, hogy Mária Terézia az rehabilitálta ezt a családot, és akkor megalakult a Nádasdy huszár ezred is abban az időben. Viszont a Lékán vannak, Lékánban mindenki eltemetve. Nádasdy Tamás is, akinek volt a Ferenc fia, aki volt a híres fekete lék, Sárvári. És ami aztán nagyon érdekes az, hogy mi azért az Eszterházi családban nem vagyunk olyan jóba. Ezt hallottam én, nekem mindegy, mert én ismerek egy pár Eszterházit, aki nem, nagyon is nem érdekel, hogy mi volt, de ott volt azért valami, hogy Sopron keresztúr, az is Nádasdy, az ott van, az is Ausztriában van. Gyönyörű, szép Nádasdy kastély volt, amit szintén ez a Ferenc, vagyis a lefejezett építetett. Egy nagyon szép ilyen udvarház kastély volt, és aztán, amikor lefejezték, akkor persze elvették tőle, és kinek adták? Az Eszterháziaknak. És rá, nem tudom, egy évre rá, az Eszterháziak meghívták Első Lipótot, aki lefejezte a Nádasdyt oda, hogy ottan egy kicsit aludjon, beszélgessen, igyon, egyen, és vadászgasson. Ami hát egy nagy felháborodást keltett a űzött Nádasdyakban, mert hát azért ő fejezte le azt, aki építette. Aztán teltünk az idő, és most egy osztrák emberi, aki visszaépített, mert az oroszok rettentes kárt csináltak vele. Úgyhogy, és hát az Eszterháziak meg, de Eszterházi Anna Júlia akkor már meghalt, tehát nem a, tehát hogy Eszterházi akkor nagyon sok. Azok olyan, mint a Batthyányok, amin rettentes sokan. És ilyen ág, olyan ág, ez, az, úgyhogy hercegi, gróf is a többi. Úgyhogy megadtam a választ. Meg, köszönöm szépen. Köszönöm, főleg a hullamosáson. Csodáltam, hogy szintén szóval, hogy belegondolva nem, mert soha nem volt ennyi. Nem, de nem, mondom, nagyon jól fizették. És nem tudom, azt hiszem, hogy kétszer egy héten csináltunk, mert másodnak is kellett ez. Annácskával, aki aztán nem gondolt, mint el, de egy kicsit féltettől, de vittünk egy kis, nem volt pálinka, de volt útka. Reggel 5-kor. Aztán is el. Tessék! Kicsit áttételesen, de szeretnék egy üdvözletet átadni. Döbkézből jött. Köves Kuti Gyurka. Igen, én. Tegnap telefonáltam vele. Igen? Igen. Akkor már tártalan. Köves Kuti Gyuri. Gubi Gyurinak hívtuk. A Tési fiú. Tési fiú. A Tési fiú. Erdész volt az édesapja, és hát igen, nagyon hihetetlen emberek. Ő pedig elvonulnak, igen. Igen. Hihetetlen emberek voltak az édesek, hatan voltak gyermekek, és minket a búcsukba, meg ilyen helyekre, mivel már mindig a Gyurinak kellett vigyázni ránk, mert a Gyuri volt idősebb, de aztán nem nagyon vigyázott ránk. A Gyurika most már 88 éves. Igen, de nagyon, és mindig eljön ő is. Tegnap mondta, hogy majd jövök Veszprémbe, és hozok neked mindenféle cikkeket, amit írtam, hogy hogy kéne, és mind kéne. De lelkeső nagyon, és a Marika a felesége, aki igen, adja. Igen. Hát azért áttételes, mert én a felesége teniszpartnere volt. Egy csapatba teniszeztünk annak idején, és így adódott a ismerettség. Nekik van egy lakásuk Pesten, a Garai utcában. A Garai utcában, igen. Hát az egy csoda. Igen. Az egy csoda. Ott van a Sztálin fülétől kezdve mindenféle dolog, ami hát hihetetlen. Én mindig azt mondom, hogy ezt így tetszik mondani, és köszönöm szépen, hogy én annyira, épp azért mert figyeltem, és annyira kíváncsi vagyok, hogy annyira szeretek sok mindenkit megismerni. És most, mikor úgy haza is jöttem, de hát Franciaországba is,
de itt is minden féle fajta emberekkel bizalmas vagyok, és már bizalommal állok hozzá. És ez nagyon visszafizető. Sokszor valamit mondanak, hogy nem, igazán nem érdekes, akkor pedig nem, hát akkor, hogyha nem akarják, akkor nem. De az, hogy megismerni valakit, aki valamit csinált, vagy fog csinálni, legyen az fiatal, idősebb, vagy aki ugyanazt átélte, mint én, és akkor az hogy van, és minden, és ez nagyon jó, mert az olyan az ember köré van igazi családot vonz, és ez nagyon jó, például Gyuri. Hát, egyszer Pesten volt egy bemutatóm, és ő hozta ezeket a faragott kis malackákat, meg mindent, ami nagyon jó az erdőbe vinni és szalonnázni, az a vágja az ember ezeket. És egy egész felfűztes, ez a Fodor villába volt ott a kezdén, nagy írólvasó találkozó, és ő is mondtam, hogy gyere el, mert el is jött, hozott nem tudom, legalább 20 malacot, így felfűzve, és elkezdte osztogatni a közönség között, és bejött, és akkor azt mondta, vigyázzatok, itt van a magyar zsandárk, az volt a nincs. És Házi azt mondja, ezt kihívta meg. Nagyon jó volt a Gyurika. Drága angyalom, úgy szeretem őt, nagyon-nagyon szeretem. Ő egy eredeti. Igen, és egy igaz ember. Egy igaz ember. Marikával együtt. Igen, nagyon jó. Tessék. Én azt szeretném kérdezni a Rófinot, amelyik már fél órája tervezem a kérdést, mert több órán jelne a válasz rá, úgyhogy... Jaj, tessék vigyázni vele! Szerettem volna, hogyha magánéletéről, szerelemről, boldogságról, házasságról, családról, de rájöttem, hogy ott a könyvben. Meg tetszik tudni, én úgy vagyok, hogy a könyvemben is úgy van, hogy nagyon sok dolgom van a magánéletemről írva, persze, természetesen, de mindig egy bizonyos határig. Azt én nem... Így én le is rövidíteném a kérdést, csak egy annyira, hogy esetleg, ami természetesen publikus, hogy valami legboldogabb pillanat, legszebb emlék, erről hallhatunk el valamit. Tulajdonképpen igen, azért, és ez duplán megtörtént, bár szerettem volna, hogyha sokszor megtörténik, az tényleg a... Később, amikor asszony lettem, a gyerekeim megszületése, de az első, amit 17 évesen itthon értem meg, és mindig úgy gondolok vissza, hogy büszkén és boldogan és minden, a 17 évesen értem meg a Magyar Forradalmat Budapesten. És az az első, mikor úgy volt, hogy tényleg az oroszok ki fognak menni, és tényleg ezt elértük, az a nem egészen 8 nap, hanem 4 nap, az volt talán az utcákat járva, és az, hogy valahogy az ember a tudatában volt annak, hogy ezt mi magyarok csináltunk, pedig 17 évesen. Mondjuk nem így most így fogalmaznék, hogy ez tényleg egy nagyon nagy büszkeség és hatalmas boldogság volt. Mert a többiek, akik velem voltak, a fiatalok és mindenki, és azok, amit aztán később a fényképeken láttam, a fiatalok, akik felvonultak, és olyan egyszerű, igazságos dolgokat követeltek, amit most azt mondanak, hát kérem, hát ez természetes, nem? És őket hogy büntették az után? És akkor a mi lelkismeretünk, akik elmentünk, hogy ez milyen, de az a 4 nap az életemnek a legszebb, boldogabb és legszebb pillanata, mert azt valahogy úgy éreztem, és most is úgy, hogy ezt az én, az és nem nagy szavakkal, de ezt én, így csinálták a magyarok. Mi csináltuk ezt meg, tudod? Meg az is, aki nem fogott vett. Tessék, Lézsitom, többször említettem a művédét. Azt szeretném megkérdezni, hogy ha erről már szót tudna mondani, hogy ő vele mi lett, de sodorta az életedet, a képzőben elények. Igen. Ő 4 évvel idősebb, mint én, és Kanadában él, most már 65 éve. 62 éve. És ott is ment férjhez. Az első férje itthon nagyon is erősen részt vett a forradalomba, úgyhogy utána bujdosnia kellett, már ő is halott. A második férje is halott, és ő is egyedül özvegyen él. És ami nagyon szomorú, hogy az itthon született fia, aki aztán később Kanadába ment, tavaly meghalt.
Úgyhogy ő neki azt is el kellett temetni, és hát ez már több, mint az, hogy sors, mert ezek azok a dolgok, amit nagyon lehet megemészteni. A fia, aki 62 éves volt, őt is hazahoztuk, és a Hambai ott vannak az Alsóperei temetőben a nagyanyával, aki elég sokáig nevelte őt. És hát a nővérem minden évben hazajön, és együtt vagyunk egy hónapig, két hónapig, és én kértem, hogy jöjjön haza. És ez nagyon érdekes, mert hogy jöjjön haza, legyünk együtt. De ezek ilyen logikus dolgok, de nem megvalósítottak. Ő egy más természetű ember, mint én, és valahogy ő Kanadában épített egzisztenciát, ott élt, a férje kanadai volt, ott meghagyta, hogy ő is ott akkor eltemett velem, hogy a férje, az kanadai francia a férje. És nagyon szeret itt van, és nagyon jól megvagyunk, de aztán ha ő azt mondja, hazamegyek. Én meg minden Franciaországban szoktam, hazamegyek, hazajöttem ide. Ez nem elítélendő, ez így van, neki ott kellett nagyon nehezen, mert a Jugoszláviának menekült, ott a Titót három hónapig tartotta, nem csak őt, hanem több magyart tartott, úgyhogy visszaadja a magyaroknak ezeket a menekülteket, és onnan mehettek tovább, vagy Kanadába, vagy Svédországba, és akkor Kanadát választotta. De jól van, és nagyon remélem, hogy erre a Nádorgyi családi találkozóra is jön. Itt van valahol egy helység, egy Zicsi kastély, amit úgy jön... Nem, azt tudom, ott már volt Nádorgyi családi találkozó, hanem Bicsak, vagy Bicske. Itt van valahol egy ilyen kúria, amit hotelnek megcsinálták, és ott lesz a Nádorgyi találkozó. Bikács. Ugye? És az hol van, merre van? Nem tudom, megnézem. Tolna megye, de az északi részén Fejérhez közel. Na, az jó borló, nem? Meglátjuk, ez augusztusban lesz. Igen. Ki akar még kérdezni? Igenis. Kicsit hangosan. Igen. Nem, hát ők valamikor, ugye egy nagy kultúrközpont volt, meg kultúra, franciák azért mégis, persze. De aztán ez lassacskán ugye megy lefele, és hát itt a gyarmatok, amik nekik sok volt, az most visszaüt. És itten úgy a gimnáziumok, mint a polgárok, az állam. De nekünk az volt a férjemmel szintén a felfogásunk, hogyha valaki, szóval meg akartuk ismertetni Magyarországot az állampolgárról, nem a politikusokkal és nem azokkal, akik mondjuk. És akkor ennek a kisvárosnak az emberét elhoztuk Magyarországra bemutatni, hogy itt milyen. És mindig olyan kultúr, nem szabad politikáról beszélni, nem szabad például arra mondani, hogy ti vagytok a hibásak, mert Triannont megcsinálták meg. Szerencsétlen az akkor visszahúzódik, és azt mondja, hogy bűnös vagyok, vagy nem. Erről nem szabad beszélni. Később, mikor az ember elviszi őket Erdélybe, és ott látják, hogy azok magyarul beszélnek, akkor miért beszélnek magyarul, és akkor lehet rátérni lassan ezekre. Ez egy nagy munka volt, és még folytatódik is, de most már egyedül csinálják, és mennek most már Felvidékre, Délvidékre, mennek. Ezért mit kaptam, hogy milyen díjat? Hát, te nem tudod. De én tudom. Épp ezért a munkásságunkért kaptam a magyar... Kereszt. Lovagkeresztet kaptam. Polgárt, nem tudom. Mindig elfelejtem, de nem a szerintelenségből, hanem olyan hosszú. De ezért a tevékenykedésért kaptam ezt, mert a franciákat megismertettem, és tehát most már a szervezet tényleg majdnem 300-an vannak, és járják, és tudják.
És az is érdekes, hogy ugye a francia propaganda nagyon mondja, hogy Magyarország ilyen, meg olyan, meg ez, meg az van, és ővelük ezt nem lehet lepítetni. Azt mondja, hogy az nem igaz, hát én ott voltam, és láttam ezt, és ez nem úgy van. Úgyhogy ez én szerintem ezek az eredmények, amit aztán elértünk, a polgárokat, az állampolgárt kell felmérősíteni külföldön. Elkezdjünk dedikálni, hogyha megadjuk, vagy tessék mondani kezdjük. Egyetlen egy rövid kérdésem van, előtte hadd mondjak egy véleményt. Egy missziót teljesítünk, olyan szeretettel, bizalommal, olyan kisugárzása van, ami ebben a teremben is szinte kézzelfogható volt. Rengeteget jár az országban, rengeteget beszél. A kérdésem ezek után az, hogy a fiataloknak mit mond? Hogy látja a jövőt? Hogy jönnek a utána következő generációk? Mi vár Magyarországra? És egyet a politika nélkül csak hogy látja ekkora tapasztalattal a műsorában a jövőket? Nagyon köszönöm a misszió, ez tényleg misszió, mert hogyha mondjuk itt látom, hogy nagyon is megértik, de az ember itt szembeáll fiatal gimnazistákkal, akkor azért másképpen kell hozzáállni a dolgokhoz azt, hogy az ember biztassa őket, hogy álljanak el. Először is azt, hogy nem szabad azt mondani, hogy bezzeg az én időmbe, meg bezzeg a ezért. És azt is mondani, hogy nagyon sokan vagyunk mi idősek, akik a fiatalok azt mondják, na, csináljátok, ez már nem az én világom, ugye? És én a fiataloknak azt mondom, hogy hát tudja, igen, a nagymamám is ezt mondom, igen, nem ez nem mondom, ez igenis a mi világunk is. És a tapasztalatunk, amink van, azt álljatok hozzá, kérdezzetek, de nem ebben kezdem, mert ők kíváncsiak. Ők kíváncsiak, és hogyha én meg vagyok hirdetve egy például egy Békés Csabai gimnáziumban, akkor ki van írva, hogy most Gróf Nádor Borbála fog elő, hogy mondják, ezt történelem órát adni, hármat, egyszer itt, egyszer ott, egyszer ott. Három óra sok, 10 perces szünetekkel, és mindig más osztályban. És akkor ők most utána néznék, hogy ki ez a nő, aki jött. Ugye? Mert hát az interneten megnézik, és akkor látják, hogy ezt könyveket ír meg, és miért, és mit fog ez beszélni. És ahogy az ember bejön egy osztályba, és a tanár ott van mellette, akkor megköszönöm a tanárnak, és azt mondom, hogy... És akkor rögtön rátárok arra, hogy gyerekek, én nem fogok a korát adni most, csak egy pár történetet elmesélni. És akkor én azt tudom, megnézem őket, hogy néznek szembe, és ez talán ez nem érdem, hanem ez talán tehetség dolga, hogy én rögtön látom azt, hogy ki, hogy reagál, ahogy bejöttem. És akkor, hát arról, hogy igenis a mi világunk, és igenis azért vagyunk itt, hogy biztassuk az embereket, a fiatalokat arra, hogy először a saját lelkét, mert hát ugye azt tudják, hogy mi az a lélek, azt tart, karba kell tartani, és ki kell nyitni. Nem szabad arról beszélni, hogy néha egy vicceset mondani, hogy tudod, mi lett volna, hogyha például a nagymamádnak, hát biztos volt is olyan a családban, akinek a kitelepítették például a nagypapapát, elvették. Most mi lenne akkor, ha most előnének, és azt mondnám, 20 órán belül pucoltok, elveszük az autótokat, mindenre. Ugye hát a megőrülnének az ilyen, el se hinnék, ugye nem is szabad ezt túlozni, mert ez. De azt vettem észre, és azt mindig kérem is, hogy a gimnáziumok a könyveim legyenek meg, ne legyen kötelező olvasmány, de legyen ajánlott. És ez nagyon jó működik. Lányok is, és a fiúk is. Én nekem aztán vannak visszajelzések, hogy mindig kérem, hogy növendékek írjanak, de levelet. Levelet, postán küldj, adják oda a tanárnöknek, vagyis a tanárnak, az igazgatónak, kérem is, hogy vegyenek bélyeget, és küldjék el nekem, amire aztán válaszol. Gyönyörűséges levelek jönnek, olyan aranyosak. De az is érdekes, hogy 18 évesek annyira éretlenek. Az ember azt gondolná, hogy hát 18 évesen mi tényleg már azért ugye tudtunk főzni ezt, ma azt majdnem mindenkinek már gyereke volt.
de mondjuk olyan, mint egy kis baba, fogalma, hát hazamegy, ott megköpi az ebédet, a facsorát, lehet panaszkodni, beleteszi a fülébe azt az ezért, és. Olyan két gyerekek, olyan ártatlanok, és olyanokat írnak 19 évesen, hogy köszönöm, hogy mostantól kezd majd rendet a szekrényemben, 19 évesen. Úgyhogy ez érdekes, hogy egy kicsit az ember azt kell mondani, hogy felnőttek vagytok már, majdnem szavazati jogotok van. Hát tudjátok, hogy az mi? Hát ez nagyon dolog, hát tudtok, hogy ezt tudjátok, hogy ez kicsit a saját lelket, és hogy milyen kultúrát gyakoroljatok, mit olvassatok, és olvassatok, vagy járjatok a szabadba, ne pedig fussatok, mint a félőrültek, ne nézzetek körül, meg figyeljétek a társadalmat, amit értek. Úgyhogy ez egész jól működik. Most voltam Kecskeméten, a Piaristáknál, a Magyar Kultúra Napjával kapcsolatban, és ott 450 gyermek figyelt. Hát, kérem szépen, még most is elérzékenyülök, mert azért vannak fényképek, ahogy néznek és nevetnek. Az 56-os fiatalok jutottak eszembe, akik akkor, és hát ők is most 14 és 18 év közötti érettségi előtt állunk. Itt talán kapnak egy olyan alapot, ami sokkal nyíltabb. De azért ezt észrevettem, hogy 18 éves fiatalok bébik. Mondjuk csecsemők, egy kicsit olyan kicsit. Nem az ő hibája, mert nincs tapasztalat. Mindig mondom, túl jól éltek. Autóval visznek az iskolába, mindenetek megvan. És egy kis megpróbálsat, de hát ezt se lehet mondani, mert hála Isten nincs háború, hála Isten nem. Hullanak a bombák, meg ilyesmi, de azért kéne egy kis egyzés, lelki ismeretet. Hát én nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgattak.